közben mi idejöttünk Gabival a búzás forráshoz, első éjszakánk helyszínére. Itt látszik a izzadt hátam a 3F UL gyújtáska miatt, ez nagyon kemény így, ebbe semmi fejlődés, viszont nagyon kényelmes, mert kipakoláztunk meg minden. Volt itt az előbb egy társaság, akik éppen pillecukrot sütöttek, úgyhogy addig vártam, hogy ne legyen nagy zajongás, mert olyan jó ízű kacajjal voltak. Közben főztem egy kávét is magamnak. Meg feldobtam a kibú függőágyamat. De alva most nem ebbe lesz, hanem majd ott fent az emeleten, ahogy szoktunk. És akkor képzeljétek, olyan megtiszteltetés ért itt az előbb engem, hogy két fiatal rajongóval találkoztam, nagyon aranyosak. Zsolt és Máté. Jó mondom, Zsolt és Máté. És mutatom őket. Sziasztok! Hello. És ők azért jöttek ide Óbányára, mert látták az én videómat. A kilátóba mentek volna, de aztán most úgy néz ki, megfűztem őket, hogy maradjanak itt velünk, de még nem tudom majd aztán, hogy döntenek. Úgyhogy most tüzet élesztünk, mert itt hagyták az előzőek nekünk a tüzüket, meg majd szedünk egy kis szemetet, mert természetesen megint ukádék módon tele van szemetelve minden, sőt, a purutyábbak már oda is bepisítek, mert érezni a szagát neki. Szóval nem tudom, mit kéne ezzel csinálni, de elkeserítőek az állapotok. De a kedvünk az viszont töretlen. Úgyhogy üdvözöljük Zsoltit és Mátét, és akkor az este további részében majd folytatjuk tovább. Sziasztok! Máté és Zsolti úgy döntöttek, hogy elmennek a kilátóhoz. Általam inspirálódva, tényleg nagy megtiszteltetés. Úgyhogy mennek a Óbányai belátó kilátóhoz, ahol mi meg holnap leszünk. Remélem jól fogják magukat érezni, de biztos vagyok benne. Köszi srácok, hogy erre jártatok. Köszönjük szépen. Igen. Köszönjük. Jó utat nektek. Köszönjük. Beszélünk majd. Sziasztok. Elkezdünk beputyelkázni a jó kis odunkba. Nagyon mérges vagyok, mert itt vannak olyan egyének, akik ide behugyoznak. Bocs, hogy így mondom, de komolyan. És érződik a szaga teljesen, szóval nem tudom, picsárúgnám az ilyet, aki annyit nem bír, hogy elmenjen valahova, és akkor ott rugdosson egy lukat, belepisüljen, és zsebkendőt is berakja. Minden tele van a húgyos zsebkendőkkel, szóval ez nagy mérgem ez nekem, igen. De az, hogy ide be, azon ki vagyok. Na, jó, mindegy, nem bosszantó fel magam, hanem inkább megyek Gabi után csinálni a vackot. Na, hogy itt fent van egy ilyen luk. Csinálok egy kis szemétszedést, itt a nagyját már összeszedtem bent, a kis zsefiket. Itt akarítjuk a tűzhelyet, meg itt a bokor környékét, ahol a legtöbb kis zsefkendő van. Nézd csak, pillecukor! Jó a cigicsikkek, tudod, és ne fér, hogy összeszedjem. Ez itt kérem szépen Biohazard. Szóval jön most az igazi Biohazard rész. Megmutatom. Na most nézzétek a purutyája itt, szóval ennyi nincs benne. De tudjátok, ez mennyi lenne? Ennyi lenne, ennyi. És akkor rányomja a zavar, de nem. Inkább itt tanaszéjjel kell hagyni a kis húgyos zsebkendőket. Tudom, hogy ez szélmalomharc, de legalább teszek valamit azért a helyért, ami a szívem egyik csücske.
egy kis izé, popsi törlés, bocs, nem mondom máshogy ezt, akkor szét kell így hagyni, mert így a szép, a sok városi, amelyik jön túrázni. Apa, menjünk Óbányára, mert az gyönyörű, óvastam. Ezt akkor pisálunk. Na, kimérgelődtem magam megint. Még kezdünk lenyugodni Gabival az egész napi, meg több napi, ugye ilyen, hát igazából az ezelőtt ilyen városi lét után ennyi elég itt ez az egy-két óra már, itt a patakcsobogás, meg a jó levegő. És most még itt meg tudom mutatni nagyjából, hogy ott még a fák tetejét, sőt még néhol a tövét is a hegyen, még éri a nap. Itt meg már ilyen félhomályos időszak van, meg lehűlt, ilyen sajátos mikroklímája van ennek a helynek. Fel kellett vennem már a pulcsit, abba is fölöltözött, mert lehűvösödik. Most tudom, 14-5 fok lehet így körülbelül, lehet, hogy kicsit melegebb, 17 is van. De ahhoz a 30-hoz képest, ami lent van Óbányán, meg Mecsek Nádasdon, ahhoz képest egy ilyen külön saját mikroklímája van a helynek. És ilyen nagyon speciális fényviszonyai. A Terry Pratchettnek a Vészbanyák könyve jut eszembe, ott volt ilyen megfogalmazás valahogy, hogy a fény így körbefolyja a dolgokat, és ilyen külön életet él. Na hát az ott most pont látszik. Gyönyörű itt ezt a napszakot átélni. Minden formában szeretek itt lenni, így Gabival, a többi barátaink, a Zé barátommal, mikor Jenőjékkel jövünk. Egyedül még nem voltam. Majd lehet, hogy úgy is leszek egyszer. Jenő ennek a nagymester, ő szeret ide egyedül jönni. Nekem egyedül túl csendes lenne, de lehet, hogy pont ezt kellene egyszer így ezt átéljem, és rápróbáljak, és lehet, hogy le se jönnék többet a szerről. Koriába, mikor tavasszal voltunk, ott egy egész szarvas rudi szaladt így át, de nagyon szépek voltak. Vagy nem tudom, egy olyan 30-40 állat körülbelül, és ilyen óriási méretűek is voltak köztük. Itt van a kis rókánk, amelyik itt szokott lenni mindig, most még nem találkoztunk, de este majd lehet, hogy jön. Meg hát tavaly ősszel már hallottuk a szarvasbőgést, szerintem az még ilyenkor nem kezdődött el, most augusztus 12-e van. Még korán vagyunk, de szerintem egy másfél hét múlva már azt mondom, hogy elkezdik. Készülünk az estére, mindjárt lesz még valami kis vacsi főzés. Aztán meglátjuk a többit. Vacsorázni kéne valamit, de még nem vagyok nagyon éhes, úgyhogy arra gondoltam, hogy csak egy ilyen kis sobatésztát fogok vacsizni. Ehhez kapcsolódik, amit meg akarok mutatni. Ez a 4Campinges Surpass Titan nevezetű cucc, az egész mindössze 40 g. Jó, plusz ez a vacak, amit ugyan nem lenne kötelező, de nekem úgy tetszik. Meg jó kávés csészének állítólag, hogyha az ember ilyen multifunkcionális dolgokat szereti. És akkor mindjárt mutatom. Egy nagy hátrányát már felfedeztem. Ahhoz, hogy össze tud csukni, és beleférjen, ahhoz csak ezt nyitott állapotban lehet így felcsukni, mert ha teljesen el van zárva így, akkor oldalra csukódik, ugye? És akkor nem fér bele abba, meg hát nem praktikus. Ezért egy ilyen félig nyitott helyzetbe kell. Úgyhogy mikor rátekered a gázpalackra, akkor előtte el kell zárni, és ha ezt elfelejted, akkor sziszegni fog egy csomó gáz, mikor rátekered. Na hát ennyi. Egyébként teljesen korrekt, és nagyon jó neki a hatásfoka, és mindjárt mutatom jobban. Szerintetek hogyan jobb? Teljesen leöntve a lét róla, vagy pedig csak úgy hagyva rajta egy keveset?
kommentbe írjátok meg. Nem vagyok én nagy sobetésztelvő, de... Így néha azért élünk vele. Bár a gyerekem jobban szereti a eszti. Erre jó. Pont arra jó, amire kitalálták. Gyorsan egy kis éhet elvenni, de nagy tápérték azért nincs neki. Ennyi a teriak is, Gabi, meg a peking kacsás. Ott van benne, itt hápognak benne a sok kis pekingi kacsák. Na, jó étvágyat! Amúgy egészen hűvető. Sok zöldség van benne. Sikerült ezzel csinálnod.
Sziasztok! Na, ahogy indulunk el a Bódzás forrástól, találkoztunk a Magyar Természetbarát Szövetségnek a kék jelfestőivel, nem? Ja, csak az előbb hallottam ezt a kifejezést. Oké, akkor csak a második végét. Tehát a Hosszúetényi Turista Egyesületnek vagyunk a minősített jelzésfestői, a keleti mecsekben festünk. Ugye a felállás, meg ugye a Magyar Természetjáró Szövetség, a Baranya megyei Természetbarát Szövetségnek az egyik szövetsége. Okay. A Hosszúetényi Turista Egyesületet, a keleti mecseknek a kék sáv jelzésén folytat most turista útjelzés festést, ahol ti vagytok éppen, Óbanyai Völgy, Bódzás forrás. Igen. És itt vagy öten jelzés pingálnak a fákon. Hát egy kicsit többen vagyunk, 10 vagyunk, mert hátrafelé még vannak most egy csomó. Igen, ugye ezen a szakaszon a kéksáv jelzést, a Rockember RPTDK-nak a kéksáv jelzését újítjuk föl, illetve itt, ahogy látjátok, fonódik is vele az üvegesek útja, igen. Az a végtelenített 8-as lefelé fordított kereszt, ez az üvegnek az alkémiai jele, és ez az üvegesek útja, ez egy tanösvény, ami feldolgozza a keleti mecsekben elhelyezkedő régi üvegkuta településeket, ugye Rékavölgyben volt egy Óbánya, Kisújbánya, Pusztabánya, és ez Hosszúetényben záradik ez a kör, ez egy 27 km-es tematikus túrakör, aminek most, mivel hogy fonódik, úgy vagyunk fel, hogy Hosszúetényi Turista Egyesület üvegesek útja, nekünk kutya kötelességünk, úgymond az üvegesek útját is felújítani. Igen, az be kell fejeznie majd a... Persze. Bocsánat, elnézést. Nem, nagyon ügyes vagy. Én mindig azt gondoltam, meg, hogy ez ilyen sablonnal van fölfestve, és ezért kis ecsettel pingáljátok. Van, aki sablonnal dolgozik, viszont kézi. Én azt gondoltam, hogy sablonspray, így erre gondoltam. Nem, van aki sprayt használni, nem. Kézi munkával. Kézműves festés okay. Óbányán. Ugye honnan jöttetek? Kecskemétről. Kecskemét. Van Kecskemét turista egyesület, Városföldi turista egyesület tagom. Van. Mi nem vagyunk ilyen turista egyesületek, milyen magányos farkasok vagyunk. És akkor van egy YouTube csatornám, ez a Hegyen Völgyön kaland, és akkor majd most így benne lesztek. Hát nagyon büszkék vagyok. Akkor vagy netán megosztod az oldalunkon a Hosszú Hotel. Megfogom. Hosszúetényi Turista Egyesületnek a Facebook oldalán. Megpróbálok, bocsánat. Ezen meg tudjátok osztani ezt a linket, és akkor mi is meg tudjuk nézni. Uram, egy élmény volt velem találkozni. Jó köszönjük túlás, szépen. Élvezzétek a keleti becseket. Sziasztok. Sziasztok. Hölgyek, neki sziasztok, és minden jót. Nektek is. És hasznos munkát nektek. Köszönjük. Akkor ki lesz a zöldikénk? Na hát ilyen se találkoztam még így élőben, de legalább most már láttuk ezt is, hogy hogyan készülnek a turista jelzések. Indulunk vissza Óbányára, ahol bevesszük magunkat a szürke szamár, szürke ló, micsoda? Elfelejtem. Igen. A Veszelovszky Attila, a méltán világhírű Veszelovszky Attila kis pataképtermébe. És akkor majd onnan jelentkezünk valószínűleg legközelebb, ha közben jön valami, akkor előbb is. Szevasztok! Csáó! Dani Koma! Szia! Szevasz! Szia! Okay. Mi a helyzet? Jenő jön neki-e! Szevasz! Hát de várjál már még, hogy barátjon neki-e! Szia! Mi van veled? Rég láttalak! Szia! Csak találunk, nem? Ha én még megyek haza előkészülni! Jó van! És majd... Szia, Ati! Megbeszélünk egy időpontot, mert itt nem nagyon három. Kell érni. Kiveszem belőle, négy. Hogy kell nekem. Már mondjuk innen föl tudtok engem, mert nem leszek akkor már otthon, mikor hívtok. Jó de van. Jön. Figyelj, mi itt hagyjuk a cuccunkat, megbeszéltük, úgyhogy nekünk úgy jó. Filmezd le a medvét akcióban. Hmm.
Köszi. Hamarosan megérkezünk Attila patak étterméhez. Rendkívül bonyolult úton közelíthető, meg ne is keressétek. Tehát ez nem egy egyszerű hely. Igazi dzsungel túra volt, elő se tudtam közbe venni a kamerát. Melligérő csalán, meg minden ilyesmi. Tehát gratulál a csajoknak, akik múltkor bejöttek hozzá. A Orsi, Kitti és Bea üzenem nektek. Úgyhogy most megyünk, leereszkedünk a patakvölgybe, és akkor megmutatom nektek utána a többi részt is. Attila indián sátrát láthatjátok. Otthon felejtettem, mert még kijebb húzhatjuk, de igazából kiviszem. Az a baj. Ha kifolottam, pattom kifelé, pattom. Szia, Ati! Nem gyújtjátok? Nem. Gyulad ez. Veszeroszki, Attila, a méltán világ hírű. Szia, Nagy György Gábor. Köszönöm mindenkinek, ő a másik vadkempinges nálad. Sziasztok, szevasztok. Samjani. Na szóval itt van Atinak a indián tipije. Milyen törzsbéli sátor típus ez? Hát ez a szürkeló. Jó, ez a szürkeló. Maradjunk annyi, hogy a szürkeló. Igazából nem tartozok még sehova. Ez a szürkeló nemzetségnek a speciális sátor típusa. És akkor ez a kályha, ez ősi indián. Hát ez nem tudom. Ilyen iparművészeti termék. Kulturálisan a kumbonásokat átfogja. Igen, de így, ahogy mondja Dani barátom, ez már ilyen modernkori kun vonásokat vonultat fel magán. Igen, erről tanúskodik a pataki sárral tapasztott. Igen. Kő, igen. És putbács fával gyújtottam alá. Igen, és hogy kémény is van rajtad, de simán a kémény mellett jön ki a tűz meg a füst. Ez a leginkább a legkunabb dolog. Ja. Ugye? Jó, bocs. Hát Kapit is ide engedem, hogy meg tudja nézni. Nem készítem annyira fő. De ilyen földön ügyös lesz a dolog. Nagyon precíz. Meg mindenki valahol, mert mindjárt csinálok még mert. És akkor srácok ott fognak bent aludni. A tipi alatt. Tipi ponyvája alatt, igen. De hol alszol? Nem akarják elinnek, hogy az nem, hogy az nem beton. Nem 12.000 évvel az láva kiömlés. Az legalább 12.000 éves láva kiömlés. Nem is pala, nem jól mondtam, hanem mi az obszidián, vagy mi az, ami a lávából lesz? Na, nem vagyok sajnos geológus, de majd a Budis Palás. Még a Panon tenger idején. Úgyhogy most nagy lesz a hangulat, mindjárt később jelentkezem. Már lúgosodik a víz. Na ide érünk Jelenőnek a vackához. Ő nem akarott a tipibe a srácokkal aludni, ezért följött ide, és itt fog éjszakázni a patak mellett. Hát reméli, hogy nem lesz vízszintemelkedés éjjel, mert ha lesz, akkor gyorsan fog innen távozni. Kíváncsiok. De azért valószínű, hogy nem lesz, mert most ugye nagyja már lement az előző heti esőzésektől, és valójában innentől ez a vízszint már valószínűleg nyár végéig csökkenni fog. Ott van láma. Attila csinálja itt a patakbrassóit nekünk. Már a krumpinát tartok. Az indián kályhán. Ez az első debütálása a kályhának, de jó működik, mert nagyon az a füst nagy része kimegy. Ezt a csajok még nem láthatták, mert ők itt topzódtak, csak tipi nélkül. De azért az is biztos jobb buli volt. Hú, de ez a sült krumpli, ez már most... Hát most nagyon jó néz ki. A szemembe. Igen. De ez a kályha zseniális lettem, ugye Attila? Komolyan, én se gondoltam, hogy ennyire jó lesz. A tipi is jó, tényleg el fogtok benne férni egy hárma is, ha akartok, bár a srácok át tudnak. Gábor az problémázott, hogy hogy alszik úgy, hogy ne legyen lábok felül a feje.
És akkor az olyan brassói lesz, amiben külön lesz megsütve ugye a téma, mert sokan máshogy csinálják, bár ez az igazi brassói szerintem. Az igazi brassói a krumplit lepirítod, és akkor most következik a lényeg. Finomja, most figyeljetek. Hát most igazából hústak kéne, de most ugye nagyon zsívezért, hát kicsit igen. A hagyma, nem baj, belerakjuk ezt is. Most jön a hagyma. És a hagymát kicsit lepirítjük, már megy is rá a húsi. Utána a húsi jön. Ezt előkeressük a sót. Mit felejtettünk el? Mit felejtettünk el? Szalonnát összevágni. De pudvásfa az van, és az a lényeg, igaz? Pudvásfa, azt majd most valakit kinevezek most már ilyen. Jó, azt Gabi nagyon szereti csinálni. Tűzőrnek, és akkor ő rakja a tüzet a Gabi. Jó, én leszek tűzőr. Gabi meg felvágja a szalonnát. Egy folyamatos jó kis tűz legyen. Ő ügyel a tűzre. Hagymát az barnára kell pirítani, ugye? Ő meg ügyel. Egy kicsit barnára hagymát nagyon nem kell. Mindjárt a szalonna már kéne menjen bele. Igen, mert kezd pirulni. Gabi lett egyszerre a tűzőr és a hagymasülés felelős is. Hát a vágódeszkát otthon hagytam. Én a öreg indián meg épp a hús dolgozza fel. Még a szalonnát tartok, de a hús is mindjárt. Alakult közben a brassói. Már benne van az elmaradhatatlan paradicsom szósz. Azt én nem tudtam, hogy elmaradhatatlan, de igen, benne van. Igen, kell hozzá, most megy a fokhagyma bele. Fokhagyma van benne. Indián asszony gugol a tűz mellett és főzi a brassóit. A pohár rozé pöccsel a kezében. Attila pedig. Fűdöm bele a fokhagymát. Fűdöm bele a fokhagymát. Brassóiba. Jó disznovágásokon. Óriási itt a hangulat egyébként, valójában, tényleg. Ugye srácok? Óriási. A legnagyobb vadkerti kunnyaim, és az új barátunk, a keresztnevet nem bírtam megegyezni. János. Ő itt a Jani. Ő helyi Jani. Igen. Ha lehet egybe, akkor az lenne a legjobb. Itt meg a régi barátom. A jó. Bombás sorgányak. A legjobb pólóval, amit valaha láttam. Nekem is kéne egy. Okay. Anyukámtól, rajta minden, ami kell. Anyukámtól hátizsák, kaptam. Petróleum lámpa. Így van. Egy Ristros balta. Uh-huh. Azok még makkok. Hm? Azok mik? Két makk. Igen. Na fogjuk rá. Ez valami kanál lenne, az pedig egy bögre. Följebb húzom, hogy ne égjen. Följebb húzta, hogy ne égjen le. Igen. Szóval, hogy de kicsit nagy így most a hangzavar, meg szűk a helyünknek, de így a jó, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Így most nem tudok ilyen bensőséges felvételeket csinálni, de ez most ilyen lesz, és tök jó lesz így is. De a zabálásról nagyon bensőséges felvételek lesznek, mert az rohadt jó lesz így ránézésre. A patak brassói elkészült, hála Attilának és Gabinak, és ezt nézzétek. Az én a, akárhonnan is nézi. Igen. Ú, de finom. És az a jó, hogy erre 5-6-an vagyunk, vagy mit tudom én hányan, de mindegy, elég lesz. Úgyhogy... Most összefutott a nyál a számba, kikapcsolok, aztán majd még később jelentkezem. Nem kell itten fosztantozni. Danikám, tessék! Danikám, gyere! Hát de... Kész is kész, vagy csak elég a villa? Még te még mindent hoztál? Fogjad már meg! Persze! Jézus bátya, hát mi a fasz? Na, következő játék. Köszönjük. Villa van? Igen, minden van. Igen. Szóval, Gabi, add a másik tányérunkat. Jó étvágy. Jó étvágy. Igazi tűzökköt. Na. Hát én már lovom is el, ipátunk van. Édes Jézus, légy vendégem. Mit csinál? Jó étvágy. Jó étvágy. Na. Amen. Hát nagyon, nagyon finom volt a patak brassói, ami már azt hiszem, már ez nem patak brassói, hanem ez már hivatalos brassói volt. Ja, hivatalos. Hát ez már ki lett fejlesztve. De gomba is volt benne, úgyhogy szerintem az nem része az alap brassóinak, de nagyon finom ez volt. Ez reggelre kiderül, hogy emészhető. Reméljük, hogy a májunk is így gondolja, hogy ez egy jó gomba volt. Hiszünk, most legalábbis jó érezzük. Hiszünk Attilában. Hát fiúk, ha most itt tömegmérkezést okozok, akkor nekem
Őttek mindjárt akkor... Akkor vége a patakétteremnek. Na, de holnap beszámolunk erről, úgy sem így lesz. Úgyhogy... Hát jó, mindegy, azért... Most lassan érzékeny búcsút veszünk a társaságtól. Jobb olvosan, minél gyorsabban bejelentkezzünk. Igen, az még, de már lehet hónap késő lesz benne. Hát Attila... figyelj, egyébként a gyilkos galóca az olyan, hogy azt már mire felismered, addig a késő. Így van. A lényölő az meg most nem téged látnál. Az így gyilkos. Nagyon szépen köszönjük a nagyon finom vacsorát. Oda tudok menni a Jencihez? Amaró megyek oda. Ott kezdem a Jencinél. Na most kell valamit rárakni, hogy a ne befüstöljön már. Azt mutassuk már meg még itt a hamutálat. Ez egy túra hamutál. Egy felelősségteljes túrázó, aki dohányzik, az ilyet használ. De ez semmi bajom a dohányosokkal, nem szeretem azt, ha valaki dohányzik. Viszont ez annyira korrekt, hogy a természetben egy ilyen ne jön ki, hogy le a kalappal. Jenő. Szevasz Jenő, még egyszer. Szia. Szia. Viszont. Reggel még szerintem összefutunk. Dani barátom. Figyelj, hogy működik? Nagyon örültem. Én is örültem. Aztán reggel... ha meggondoljátok magatokat, meggondoljuk... akkor holnap a bozzás forrás. Igen, valószínűleg nem, de ha meggondoljuk, jelenkezünk, és ott leszünk. És reggel még szerintem összefutunk. Jók legyetek. Jó, legyen így. Legyen így. Jó éjszakát nektek, jó drága barátom. Ma reggel találkozunk. Na, szia. Gyere ide. Örülök, hogy találkoztunk. Tudunk megkörökíteni, jó? Oké. Igen. Meg kell úgy mutatni, így, úgy, meg így, meg így, úgy, meg így, meg mindent, tudod? Ilyen mindenféle kézmozdulatokat, amiket mi amiket sose tudtunk. Amiket sose ízlázom. De azt úgy kell csinálni, mintha ez mindig is megtörtént. Elígy félre! Attilának is szeretnék köszönni. Szia Attila, nagyon szépen köszönünk mindent. Egészségetekre! Gyertek Attilához patakra súlyt enni. Jöjjön mindenki, aki ráér. Én itt vagyok mindig. Jobbnál jobb képeit a Facebookon nézzétek és lájkoljátok. Na, indulás van. Sziasztok, jó éjszakát a tipi lakóknak, meg a patakpart lakóknak is. Úgyhogy mi mentünk. Ahoj. Még Jánostól is elköszönünk. Szevasztok, srácok. Luxus hotelen neki-e? Szevasz János, minden jót, örülök, hogy megismerkedtünk. Mi jó belakva megyünk vissza a Lúbányára, a belátókilátóhoz, és akkor ott töltjük az éjszakát. A hátizsákjainkat a én kocsmába hagytuk, a tündinél, mert megengedt, hogy ott betároljuk, addig vigyáznak rá, és azt felveszünk, és úgy megyünk fel a kilátóba, ahol tavaly is voltunk ilyenkor nagyjából. Csak most szerencsére jó idő van, és nem fog egész éjjel zuhogni az eső. Reméljük, hideg se lesz, meg szél se. A szélnek úgy tűnik, hogy nem lesz. Nagyon jó zöbrasúly, de úgy meglaktatott azért rendesen. Na, később jelentkezem még. Nem. Na most elvitte. Na hát ballagunk fel a kilátóba, és fölharaptuk az utcainkat a tündéjéktől, a jén kocsmából, meg körülbelül negyed óra út vár oda fölig, az körülbelül 450 méter és 80 méter szintemelkedés, ilyen jó kis edzetlen alföldieknek való egyébként. Jól megszuszogósodunk mindig, mire odaérünk. Még világos lesz, mikor felérünk, de már a naplementét nem csípjük el. A hegy mögé már lenyugodott, mert látszik itt a szemközti hegyeken. Pulzus. Kemény. Ez a 400 méteren 80 méter szint, ez kemény. Higgyétek el, nekem kemény. Gabi, szerinted is kemény? Szerintem is. Azt örömet.
Jó reggelt, sziasztok! Zóbányai kilátóban ébredtünk. Kellemes és jó meleg éjszaka volt szerintem, legalábbis. De valahogy olyan fárasztó volt, nem aludtam olyan jót, mint a tegnap a forrásnál. De egy kávéval minden könnyebb. Jó volt a csöpögtetős kávé téma, és egész más íze van, mint a kotyogósnak, persze, mert hígam, de finom. Pakolászunk lassan, mert a 9 óra 5-ös vagy 9 óra 2-es valami ilyesmi busszal, 3-as, 9 óra 3 perces busszal megyünk, mert csak Nádasról. Attila jön felértünk, hogy hamarabb leérjünk, ne kelljen olyan korán elindulnunk. Meg nekem még a lábam nem az igazi, és így a balvádlimmal van valami, nem tudom még mi. És akkor így visszanyarogolni a betonon Óbányáról Mecseknádasra, az úgy igénybe venni. Attila nagyon kedves, és akkor megteszi, hogy feljön értünk. Pár gondolatot akartam még ráfűzni itt a for campinges felszerelésekre. Mindjárt folytatom is. Ezt a szettet tavasszal vásároltuk. A sokak által ismert for camping oldalon, úgy szeretem őket, nincs is velük semmi probléma. A matraccal kimondottan meg vagyok elégedve, Gabi is szereti, bár az övének a fújó zsákja, az tegnap este vettük észre, hogy tönkre ment. Ha kihasadt, ezért nem a matracba megy a levegő, ennek egy része, és így nehéz felfújni, de még jó, hogy elhoztam mind a kettőt, és hogy melyik az a cucc. Erről van szó. Ez egy ilyen pumpazsák tulajdonképpen a matrachoz. És akkor itt a nyakánál meghasadt valahol. Ott azt hiszem, ott. És ott kijön a levegő. Na, ezt majd azért szerintem visszagaranciázzuk. A másik téma, a hálózsákok. Ezek nem voltak olcsók annyira, ezek a VARP Microlite 200, ez Microlite 1000 meg 1200, mert a neve az a súlyából van kikövetkeztetve, és akkor úgy van, hogy ez a Microlite Short, ez Gabi, mert ez rövidebb és kisebb, az annyi meg a Microlite 1200 Short nélkül, mert ez ilyen rendes férfi hosszúságú. Az benne a lényeg, hogy az övét egyszer már cseréltük garanciába, mert foszlanak a varrások. És kijött a bélés is sok helyen, meg így felhasadt a varrásnál. Itt például látszik, hogy ilyen szálak jönnek ki belőle, és fel is volt hasadva. Küldtek egy újat, tök jó, annak is már jönnek a szálai. Az enyém érdekes módon annak annyira nem, pedig ez még ugyanaz, mint amit az ő visszaküldöttjével együtt rendeltünk. Na, ami még érdekesség ennek, hogy ennek ilyen alul reflektív, hőreflektív bélése van. És ez ugye azért lenne jó, mert a adott súly mellett alacsonyabb hőmérsékletben lehet használni. Vagy pedig ugye ugyanolyan hőmérséklethez kisebb súlyt lehet elérni. Na most elvileg ez az alus belső bevonat nélkül, ez a hálózsák, ezzel az 1000 grammal, ez az ilyen 10-15 fokos kategória lenne mondjuk a Decathlonba. Erre, ami van írva, na, nem tudom, mennyire sikerül kielesteni a GoPro-n, de az a lényege, hogy komfortja lenne neki a 4 fok, a limitje a mínusz 1, és az extrém pedig a mínusz 17. Na, nincs is ezzel baj. Lehet, hogy a mínusz 17 extrém menne neki, mert ugye az extrém az azt jelenti, hogy abban a hőmérsékletben egészséges felnőtt férfi még túléli az éjszakát. Jó, ezt akkor passzoljuk, ezt az extrémet. A limit az az, amikor egészséges felnőtt férfi még nem feltétlenül alussza már végig az éjszakát, de alszik és kicsit fázik. Na, ilyen pongyolán fogalmaztam meg, de ez a lényeg. És akkor ugye van a komfort, az pedig egészséges, felnőtt férfi, mindenféle gond és fázás nélkül végig alussza az éjszakát. Na most engem egy kicsit ez akaszt meg, mert 4 fok van ide írva. Na most tegnap a forrásnál 10,
11-12 volt éjszaka, és hát a mások is észrevettük, ilyen 10 fok környékénél elkezd fázni benne az ember. Hogyha én mondjuk aláöltözőbe alszom általában, meg mondjuk így ilyen pulóverbe, most melegem volt, de ott tegnap nem volt melegem, Gabi viszont fázott, és az 10-11, legyen 10 és 12 fok között, 11 fok volt a hőmérséklet. Tehát 5 fokban már aludtunk benne, kimondottan kellemetlen volt, és fáztunk mind a ketten, pokróccal plusz pléddel ki lehetett bírni. Szóval ezt a 4 fok komfortot, ezt hírül nem tudja ez a vark hálózsák. Úgy összességében egy kellemes hálózsák, mert elég jó úgy belebújni és jó az anyaga, a minőségiek, a kidolgozásai a varrásoktól eltekintve az valószínűleg néhány darabot érinthet, de itt ezek a cipzárok is elég korrektek, meg vannak ilyen hőgallérja, meg a cipzárkocsi is egy ilyen nagyon ilyen becsípődés gátlós. Tényleg jó a kidolgozása, de hogy ezt a 4 fokot komfortban nem tudja, az biztos, mert még férfi létemre is fáztam benne, ez a lényeg benne. A összepakolás után, mielőtt indulunk lefelé, még egy kicsit megmutatom majd a 3F UL Gear AliExpress-es hátizsáknak is a általam eddig feltárt tulajdonságait, mondjam így. Igazából ez egy korrekt jószág, azt kell mondjam. Igazából nagyon most más felszerelést nem is teszteltünk, megpróbáltunk, amilyen érdekesnek kéne lennie. Úgyhogy pakolászunk, aztán lassan megyünk, mert le kell érnünk 8:30 tájékára Óbányára, és most van mert 8:30 lesz. Az ugye egy óránk van össze szedelőzködni, ami végül is elég lesz. Indulás előtt egy nagyon gyors értekezés a 3F UL Gear hátizsákról, mert aztán rohanunk, és tudja, hogy nem lesz idő, meg el is felejtem. A fontosabb előnyökkel kezdem. Könnyű, nincs neki hátmerevítése, semmilyen, ezért tud könnyű lenni. Nagyon jó pakolható, nagyon jó, nagyok ezek a vízes palacnak való zsebei, az 1 literest azt így nyeli be, tehát a másfeles is elférne benne, de ezért ez az egészséges bele. 2 nagy frankó oldalzsebe van neki. És akkor ez a moduláris rendszer, hogy így, ha valaki nagyon szereti az ilyen praktikumos dolgokat, akkor, és egy ilyen elalszik, akkor így 2 legyet üdegcsapásra, van egy hátizsák, háttámlája, meg egy matraca. Ez az baromi nagy hálós tároló, ami rugalmas, ez miatt a gumi miatt, amit magadnak rákötsz, mert azt adják hozzá, és be is lehet húzni, sok mindent elnyel, amit ugye nem akarsz berakni, és innen tudsz közben is bontás nélkül, mert ugye nincs neki másik cipzárja, csak fölül tudod ilyen zsákszerű, ilyen drybackszerűen összecsukni. Ja, még előnye ez a bottartó, azt elfelejtettem, ez így korrektű meg van csinálva, 2 oldalra föl lehet tűzni a 2 botot. Jó, hogy kb. Ennyivel befejeződtek az előnyök, ami hátrány sincs sokkal több egyébként, nagyon korrekt mindenestől együtt. Na szóval hátrányok, az pedig ez, hogy az alja az ilyen egy oldalra lejtős, ezért ha így lerakod, akkor el fog dőlni, és nagy szögbe kell dönteni, hogy így neki tud dőlteni valaminek. Engem ez nagyon tud idegesíteni. A további hátrány az, hogy ebbe úgy beleízzed az ember hátra, ahogy mutattam már a tegnapi videón is, hogy ennek semmi szellőzése, és a póló háta telibe elázik, vagy ing, vagy bármi. Következő, a pánt nem túl ergonomikus, annak az osanos nomádnak sokkal jobban áll a pántja a nyaknál. Nekem itt a nyakszírtnél nagyon elkezdi nyomni ez a csuklyás izomnak a felső felét egy idő után. És akkor még egyet mondok, hogy a csatok tényleg olyanok, ezt több embert olvastam, hogy így olyan lehetetlen alakú némelyik, és kicsi is ezen kívül,
Tehát nagyon nehéz így elsőre beletalálni. Egyébként egész frankon el lehet vele totyogni, akinek nem érzékeny a válla erre, hogy a pánt olyan hülyén húzza. Ennyi volt mára a Hegyenvölgyön kaland. Nézzetek továbbra is, és köszi, hogy velünk tartottatok, és hogyha tetszett, akkor like, és iratkozzatok fel természetesen. Mi meg húzunk a buszhoz, mert nem érünk oda sose. Sziasztok! Ati volt olyan kedves, hogy lejött értünk, hogy levigyen minket, és feljött értünk, hogy levigyen minket a busz megállóba. Hát ezek a léhűtők, hát így hogy férjünk be? Jönnek ezek is, jönnek, mert boltba akarnak menni még. Szia, Ati! Na, milyen volt az éjszaka? Nagyon jó volt. Mi olyan jót aludtunk. Nem baj. De megmondom mindjárt miért. Oké. Csá, barátom! Szia! Csá, másik barátom! Előtte? Mielőtt aludtunk, elmentünk még kicsit. Hegyre. Fölmentünk a hegyre. Melyikre? Ott a trip. A pinces orra. Viszlát, barátaim! Szevasz, drága barátom! Szia, szia. Örülök, hogy találkoztunk. Én is. Jó, hogy itt voltatok. Szevasz, Dani barátom! Sajnálom nagyon. Jobb legyetek. Kenutúra. Lesz majd máskor. Köszönjetek el a Mecsek Indiántól. Köszi neki mindent, és majd legközelebb is erre járunk, akkor találkozni fogtok veled. De maga a Facebookon, a Vadkerting csoportban, amúgy is bármikor. Úgyhogy, ciao. Ott vagyok, sziasztok! Szia, Ati, minden jót, szevasz! Hello, 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 hello. Köszönjük a fuvart! Szívesen! Viszlát, srácok!